Sziasztok! Ma egy olyan videót hoztam nektek, amiben azt szeretném megmutatni, hogy milyenek a leárazások Svájcban. Nagyon sok embertől hallottam, hogy nagyon drága Svájc, nem lehet tengélni, stb. És valóban magasabbak az árak, mint Európa legtöbb országában, viszont az is igaz, hogy a jövedelmek is kicsit másképp néznek ki. Január közepe van, ez az időszak a kedvencem, óriási leárazások vannak, és én most nem fogok vásárolni, mert arra nem sok időm van, de végig szaladok a Bahnhofstrasszén, és megmutatom nektek a boltokban, hogy mi kapható. Gyertek velem! Remélem nem fognak kidobni sehonnan, mert nem vagyok benne biztos, hogy engedélyezett a kamera használata a boltokban. De azért adjunk egy próbát neki. Ja, és képzeljétek, találkoztam még egy magyarral, aki nézi a videóimat. Innen is üdv Fetinek. Nagyon érdekes személyesen is találkozni azokkal az emberekkel, akik érdeklődnek az iránt, amit én a kamera előtt bohózkodok. Mint a Stadelhofeni Brezelkőni készíti a legjobb hotdogokat Zürichben, ajánlom figyelmetekbe, ha arra jártok. Amíg baktatunk itt, megosztanék veletek egy élményt, amit most a legutóbbi budapesti látogatásom során szereztem. Épp a Lehel piacon vásároltam mandarint, amikor láttam, hogy az eladó, miután bezacskózta a mandarinokat, és ide adta nekem, láttam, hogy volt benne 5 darab rothadt gyümölcs, és kértem, hogy cseréljük ki. Erre az volt a reakciója, hogy nem muszáj itt vásárolni. Ezen a szemtelenségen úgy felháborodtam, hogy elakadt a szavam, és aki engem ismer, az tudja, hogy a lehető legritkább esetben fordul elő, hogy nem tudok a helyére tenni egy nagy képű alapot. Az úriember szerencsétlenségére épp akkor jött fel a főnöke a pincéből, a többi áruval, aki történetesen egy kedves barátom, ezért vásárolok mindig ott, mert meg vagyok elégedve az árukkal. Később kiderült, hogy volt reggel egy konfliktus a főnökkel, és ezt megpróbálta a vevőkön leverni. És amikor elmeséltem a svájci barátaimnak ezt a sztorit, nem hitték el, hogy én tényleg vagy valaki így beszél egy vevővel. Zürichben valószínűleg kidobták volna az állásából egy ilyen helyzetért. Ilyen helyzettel még nem találkoztam, pedig 4 évig éltem Budapesten. És nem gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit el szabad tűrni. Nem arról az 500 forintról van szó, amiben egy kiló gyümölcs kerül, hanem egyszerűen ez a fajta hozzáállás elfogadhatatlan. Eddig tartott a story time, nézzük meg, mi van itt a boltokban. Szél. Mint mondtam, leárazások mindenütt. Például ezek a váltásfák itt 15 frankba kerülnek, leértékelve. A fülö benne van. Nagyon szépek szerintem. Különböző hátizsákok, ez itt 25 frankba kerül, az körülbelül 8000 forint. Sálak, sapkák 15 frank körül. Ez itt a Benetton, és ha jól látom, 70%-os akciók vannak. Ez egyik kedvenc üzletem. Nézzük meg közelebbről. Ezeket a kabátokat már tavasszal is nézegettem. 120-ról 35 frankra vannak leárazva. Szerintem ez egy nagyon jó ár. Ezek is egy gyönyörű táskák, ez itt 40 frankról 12 frankba kerül. Szeretem a Benetton termékeit, főleg amikor le vannak árazva. Nagyon jó minőségű darabokat gyártanak, és amikor akciósak, akkor megéri őket megvenni. Ezek a leárazások ilyenkor legfőképp a ruhákra, kiegészítőkre, ékszerekre, táskákra, cipőkre, stb. Vonatkoznak, de azért lehet találni home decor, stb. Dolgokat is. Ha van kedvenc helyetek, ahol ti szoktatok vásárolni, írjátok meg nekem, nagyon szívesen kipróbálom. Ezek a farmák is 15-20 frankba kerülnek, az nagyon olcsó. Ezek a koktélos poharak is gyönyörűek, 36 frankról 18 frankra, 6 darab. Ez nagyon jó ajánlat. Imádom a gyertyákat. Figyeljetek, mennyi van belőlük. Ezek például itt lepedők. 9 frank darabja, az még magyar átlagban is szerintem nagyon jó ár. Nem tudom, mennyire sikerült átadni az akciók jellegét, illetve mennyire sikerült átszámolni saját pénznemre. És bár Svájcban az ember ritkán hallja azt a szót, hogy olcsó, szerintem nagyon megéri leárazásakor vásárolni. Rengeteg minden nagyon olcsó. Én mindig úgy számolok, hogy 1000 svájci frank körülbelül annyit ér itt Svájcban, mint 100 000 forint Budapesten. Nyilván tudom, hogy 1000 frankot, ha átszámolunk, az majdnem 300 000 forint, és nem 100 000, de itt körülbelül annyit ér, mint otthon 100 000 forint.
Például ezek a nadrágok, amik 15-20 frankba kerülnek, Budapesten is lehet 1500-2000 forintos akciókat kifogni. Ez a 20 frank itt nagyon keveset ér, két szendvicset lehet enni belőle nagyjából, és ugyanígy lehet belőle egy farmert is venni, tehát szerintem mindenképpen megéri. Mielőtt a férjem infarktust kap, vagy ahogy nálunk mondják, infartot, csak mondom, hogy erős voltam és bátor, mint egy római gladiátor, és nem vettem semmit. Ennyit tudtam mutatni nektek. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. A következő része a jövő héten jelentkezem. Sziasztok!